Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves nézőket és hallgatónkat, én Varga Ádám vagyok, mellettem pedig örök visszatérünk, jó barátom és munkatársam Szűcs Gábor. Szia Gábor! Szia Ádám, és üdvözlöm a hallgatókat, nézőket is! rengeteg téma közül válogattunk, és végül arra jutottunk, hogy Gáborral itt most megvédjük a szuverenitást. De ugye halljuk, hogy szuverenitás, védelmi törvénycsomag, Magyarország szuverenitása, és ez úgy kb. maga a fogalom az ugye teljes mértékben érthető, tehát világos mindenki számára, még azok számára is világos, akik, hogy mondjam, pénzét tennék ezt a szuverenitást, vagy teszik jelenleg is, és hát árulják azt. Viszont... Gábor, mit jelent pontosan ez, hogy szuverenitás védelmi törvény? Mit akar ez? Hogyan védi ez meg Magyarországot, és hogy, tehát hogyan segít ez nekünk? Én mégiscsak onnan indulnék egyébként, hogy, hogy mi a szuverenitás. Tehát a szuverenitás az önrendelkezés, és ez lehet nemzeti önrendelkezés, ami az országra vonatkozik, de lehet egyéni önrendelkezés is, és egyébként mindannyian, amikor saját magunk dönthetünk bármilyen az életünket meghatározó dologról, az egyébként a szuverenitásunknak a része, de mehetünk olyan apróságig is, hogy egyébként elmegyünk a boltba és vásárolunk. Tehát a szuverenitás egy nagyon tág fogalom, lehet egyéni szinten is értelmezni, meg állami szinten is. Ebben a kontextusban hogy értelmezni? Ebben az kontextusban állami szinten, de amennyiben egy állampolgár, egy nem szuverén államnak az állampolgára, onnantól valójában az ő szuverenitása is csorbul, mert gyakorlatilag nincs lehetőség arra, hogy ő olyanra voksoljon, hogy ő olyan rendszerben voksoljon, ami tényleg őt képviseli, ami egyébként transzparens, és ahol a saját életét befolyásolhatja, mert ne felejtsük, hogy attól, hogy a vég, a politikusok írnak alá valamit, ők a népszuverenitás keretében járnak el, népi legitimációjuk van, tehát gyakorlatilag azáltal, hogy ők aláírhatnak valamit, eljárhatnak, ők erre felhatalmazást kapnak. Ez a szuverenitásunknak szintén van a, a része. a képviselő, tehát ő képviseli, ez így ugye nyilván a nevéből is ered. Ezért vagyunk mi közvetett demokrácia, és ugye van a, például a népszavazás, meg a nemzeti konzultáció mondjuk, ami de a közvetlen, az a közvetlen demokrácia, ez amit a baloldal nagyon után. de értsd már meg, Gábor, hogy a nemzeti konzultáció, ez rossz, mert nem releváns kérdéseket feszeget. Tehát nem releváns kérdés az, hogy most hagyjuk-e azt, hogy nekünk megint egy olyan, olyan hogy mondjam, olyan szervezet akinek csillag van az ászláján. Láttuk már ezt, most a színe megváltozott, ugyan, de a csillag maradt. Tehát... <laughs> valóban, valóban. Van. Tehát más színnel, csillaggal, de ez az is milyen jó volt. Tehát nyilván ők ezt is visszasírják, meg ez, hogy nem olyan kérdéseket tesznek fel, tehát ha nem a baloldalnak meg megfelelően a kérdések, akkor az egész rossz. Láttad az alternatív népszavazást, amit a baloldal kezdeményezett? A, a Karácsony Gergely féle? Nem, ezt most valami diákos hogy megbecsülést. <laughs> ja, igen. Taná... Oké, okay, tehát jog... te ugye jogász is vagy többek között, és akkor azt jogilag a megbecsülés szó, tehát ez a melyik jogi dokumentumban szerepel az, hogy megbecsülhet, ez ki kéne fejteni, mit jelent ez pontosan, vagy az, hogy tisztességes, emberhez méltók, ez, ezt mind értjük emberileg, ez tök jó az utcán skandálva, csak ugye egy jogi dokumentumban ez nem felel meg. és akkor csodálkoztak, hogy a, választási iroda visszadobta ezt a, a, a Hát persze, mert nincs jel, tehát nem jelent semmit, nincs kifejtve. De tökéletesen le arra, amit ők csinálnak. Tehát erről van szó, olyan szinten nem gondolják komolyan, <laughs> hogy még a látszatra sem adnak. Mert ha a látszatra adnának, akkor legalább az alaptörvényben meghatározottaknak, legalább az abban meghatározottaknak megfelelnének. Tehát az, hogy miről lehet népszavazást kezdeményezni, alaptörvény módosításáról nem, költségvetést érintően nem, egyértelmű, mindenki számára eldönthető kérdéseknek kell lenniük, és olyannak, hogy amennyiben érvényes és eredményes lesz a népszavazás, akkor az országgyűlés tudja, hogy itt milyen kötelezettség Terheli. Na most, De amit itt felvetettél... Örök sör, el... ezt nem tudja az országgyűlés és megtárgy. Ahogy az sem, hogy tisztességes elbánása vagy tisztességes bánás múlva tanárok Köszi, kicsit konkretizáld már. Igen, én adom, tehát hogy legyen tisztességes. Legyen az. Szá Számomra a tisztesség, mondjuk azt is jelenti, hogy ez a tanár szólhasson már rá a gyerekre, és legyen azért egy biztonsági a tanárnak, aki a tanár biztonságát is megvédi. Ez is Maximális méltó, a tanár méltóságát emeljük picit föl. Én ezt támogatom, tehát ez, ez nagyon, most nem erről fogunk beszélgetni, csak úgy megjegyzem, hogy ez azért ez egy sokrétű téma, és ne is menjünk el, ne is veszünk el ennek az útvesztőjében. Viszont menjünk vissza erre a szuverenitás Igen. védelmi törvénycsomagra, mert ugye itt arról van szó, hogy azért kell nekünk ez most, mert valami fenyegeti a nemzeti szuverenitást. Hogyan fenyegeti ez ezt? Mert ugye te azért ebbe elég mélyen belástad magad az utóbbi időben. Hát hogy hogyan fenyegeti? Ugye a szuverenitást az gyakorlatilag folyamatosan meg kell védeni. És eddig is voltak, szintén alaptörvényi szinten olyan rendelkezések, amik védték a magyar szuverenitást, de ennél erősebb fellépés indokolt. Az az igazság, hogy most egy, egy utó egy támadásra reagálunk. Tehát ez már egy reakció, de ugyanakkor preventív is a későbbi támadások vonatkozásában. Ez nem egyedi dolog. Amerikában láttunk már egyébként hasonlót. Tehát uh, például a, a, a Protect America Act az pontosan ilyen. Tehát a, az is ugye a, a 2001-es terrortámadás után másfél hónappal készült. Na most Magyarországon az történt, hogy 2002-ben voltak választások, és mint kiderült, nem kis összeggel járultak hozzá. Kül, olyan külföldi személyek, szervezetek a baloldal kampányához, akik egyértelműen ezáltal a választást kívánták befolyásolni, és nyilvánvalóan, ha valamit több száz forint értékben finanszírozol, vársz is cserébe. És itt szűnik meg a függetlenség, itt szűnik meg a szuverenitás, mert ha ők nyertek volna, akkor az ország már nem lenne független, hogy ők sem lennének függetlenek, és nem lenne szuverén sem az ország, sem ők. Tudod, azon gondolkodtam, hogy ugye alapvetően, és ez eltekintve a konzervatív, eltekintve a baloldal, eltekintve a politikai oldalaktól, még azért azok, akik Ukrajna fegyverkezését, meg a, meg a, háború folytatását is, ami úgy mondom, mint Kárpátai, egy rohadt mészárszék, tehát hogy akik ezt támogatják, még az, ők is látják, hogy itt azért Amerika a nagyjátékos. Ez egyértelmű. És akkor van az ember, aki nem szimpatizál Orbán Viktorral, nem szavaz a Fideszre, leszavaz az LMP-re, kutyapárt, nem tudom most kik vannak, most hogyan oszlik meg ez, ez egymás közt, cica harcok dúlnak, leszavaz a momentumra, de hogy mindenki tisztában van azzal, aki a józan eszét használ, hogy az USA azzal, hogy pénzeli Ukrajnát, nyilván ott van valamilyen érdekképviselete is. Tehát ez megint egy másik kérdés. Érdekes, érdekes amúgy csak egy nagyon zárójeles megjegyzés, ha megengeded, hogy valahogy pont az USA nyomására, meg a nyugati nyomásra a holland mezőgazdaságot próbálják, meg az egész, ugye, az egész nyugat-európai mezőgazdaságot próbálják leépíteni, majd ugyanazok a szervezetek az ukrán mezőgazdaságra építenek, és azt próbálják fölhúzni, majd betuszkolni ukrán az EU-ba, mint egy hátsó kaput nyitnának maguknak a saját cégeiknek, de hát ez egy zárójeles gondolat, ez összeesküvést, nem menjünk ebbe bele. És akkor azt mondom, hogy látják az emberek, akár a baloldaliak is, hogy igen, azzal, hogy Ukrajnát pénzel az USA, ott nyilván ő fogja a gyeplőt, nyilván valamilyen szintén de azzal, hogy a magyarországi baloldalt pénzen az USA, ott nem vár semmit. Nem. Ott nem. megszűnik. Persze, azzal az nincs semmi probléma. És egyébként ugyanazt akarták elérni Magyarországon, amit az nyugat-európai országok zömében már sikerült nekik. Olyan szintű befolyás van, hogy ott már nem beszéltünk szuverén politikusokról. Tehát ne gondoljuk azt egy pillanatig sem, hogy azért hoznak meg olyan döntéseket, és itt most gondolok elsősorban a migrációra, amik elvitathatatlan, hogy az országok számára károsak, mert ők rosszat akarnak az országoknak. Nem. Csak ők nem szuverének. Ők külföldi ügynökök. Tehát azt pontosan nagyon jól tudta Angela Merkel, hogy azzal, hogy refugees welcome, meg wirschaffendas, hogy ezzel mit okoz Németországnak. És amikor beismerte azt 2019-ben, hogy ez egy hibás lépés volt, és Orbán Viktornak is azt mondta, hogy új, így fogalmazott, új startra van szükség a migrációval kapcsolatban, elismerve a hibáját, akkor érdekes módon utána Angela Merkel valahogy úgy eltűnt. Nem indult újra kancellárnak. Írjátok nem a hallunk róla. hogy hallottatok-e róla jó azóta. A, azóta milyen furcsa, hogy ő így eltűnt, nem. Tehát, hogy amint valaki felszólal, őt azonnal el kell törölni, tönkre kell tenni. Vagy akár nézzük meg, itt van az AfD, az Alternative für Deutschland nevű párt Németországban, ők most megnyertek egy választást Pírnában, ott főpolgármestek lettek. Te, 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 tegyük hozzá, hogy ez egy vác szintű város, és annak vonzásköre, ha jól értem. Hát nagyobb, annál pár tízezres, de Németország szempontjából nem jelentős. Viszont Szászország a harmadik olyan tartomány, ahol az AFD-t demokráciára veszélyesnek minősíti, és ez egyetlen lépése van attól, ami a német alaptörvénybeiként rögzítve van ilyen, hogy amennyiben egy párt alaptörvény ellenesen alkotmányt veszélyeztetve működik, akkor ezt be lehet tiltani. És konkrétan afelé halad Németország, hogy betiltsanak egy pártot. Jó, de azért, az... mert ők esetleg a szuverenitást támogatják. De ez most csak mindegy, egy, de, egy de példa. Tulajdonképpen hogy... a németektől nem állt a totalitárius ideológia. Hát az, az egy... nem. Tehát hogy ő... kulturális ők... örökségük azért. Igen, tehát ők a 20. században mindkét oldalon tiltogattak be a pártokat össze-vissza. Kevés olyan nép volt, aki háromszor sikeresen, ugye, porigrombolt Európát. Azért azért ezt ez... Azt mondom, az ő javukra. Tehát igen, ezt, ezt igen, tehát tudnak valamit. Vala, valamit csak tudnak, és még Na, azóta is felálltak. Na, de a lényeg, hogy ahogy nyugaton megvan ez a szuverenitás nélküli vezetés az országokban, ez a kvázi bábkormányok, úgy nálunk is ezt akarták, csak nálunk a magyar emberek ennél bölcsebbek voltak, és a magyar kormányt ezért támadják folyamatosan, mert nagyjából kis túlzással az egyetlen olyan ország, ahol olyan kormány van, aki 50 fölötti legitimációval rendelkezik, és meginokhatatlan, megingathatatlan. Itt tényleg szuverének vagyunk, de Komoly fenyegetettség, mert és akkor térjünk vissza a törvényre annyiban, még bucsánat, hogy mit csinál. Mit, még, ha mielőtt még rátérünk, hogy mit csinál csak itt, az, hogy, a, hogy azt fedjük le, hogy miért nem szuverén, vagy miért nem tartjuk, legalábbis én nem tartom szuverénnek egy német politikust, és ezt egy ilyen analógiával szeretném így, így felvázolni, mert hogyha Mészáros Lőrinc történetesen ránéz a Magyarországi Parla, magyar parlamentre, ha ráveti a tekintetét, miközben ott sétál előtt, akkor onnantól kezdve mindenki számára egyértelmű, hogy ő Orbán Viktor strómanja. Ez egyértelmű mindenki számára, mert így, így működnek a bal oldalon. Igen, hát Azonban. A... Nálunk amikor... bizonyítani nem kell. De, 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 hagyjuk már ezt. A... Olyan, Ez olyan 20. századi. Amikor viszont Soros György és fia Sanyi, Alex, Alexander, az Európai Parlamentbe jár úgy, de úgy, hogy az apjával egymásnak adják át a kilincset, politikusokkal tárgyalnak, Európa szerte lepacséznak, finanszíroznak különböző tevékenységeket, lobbycsoportokat, csoportokat, lobbies csoportokat, ezek az emberek, akik azelőtt Mészáros lőrincet kiáltottak, minthogyha megvakulnának, megsüketülnének, és mindenféle érzékszervük eltompulna, mert nem veszik észre azt, amit azelőtt egy teljesen másik helyzetben ők nyilvánvalónak láttak bizonyíték nélkül. De igazából csak ennyivel akartam zárni, szuverenitás védelmi törvény. Szóval igen, tehát, hogy a, a miért nem szuverének, azért nem szuverének, mert nem hozhatnak döntést a saját véleményük, vagy adott esetben a saját országuk érdekében, hanem ez most nagyon egyszerűsítve meg van mondani nekik, hogy mit kell csinálni. Egy vétót Na, és... sem tehetnek meg, úgyhogy Ausztria és Szlovákia mondta, hogy vétózni fog, és még ők is meg, ha jól emlékszem, ők voltak, akik megszavazták Ukrán csatlakozásának a tárgyalását, pedig ők akartak vétózni, jól emlékszem, két ország volt. Volt, igen, ők aztán voltak. Ausztria és Szlovákia, aztán, igen. Hogy, hogy nem, hát... Csehország. Ah, Csehország. A, igen, Szlovákia vég... ő ténylegesen igen. ellene szólalt, fel, tehát ő, ő ellene szavazott, és Ausztria, Csehország voltak, akik pedig semlegesen Igen, te mondd, hogy, igen te mondd, hogy vétel, te hangod mélyebb. Pontosan erről van Jó. szó. Na és uh, amit ez a törvény tesz, az egyrészt kiegészíti a BTK-t, a 350 per A szakasszal, ez a választói akarat tiltott befolyásolása, Uh, pontosan ilyen külföldi szervezetek, mint például az Open Society Foundations, ugye a sorosféle nyílt társadalom alapítványok. Mielőtt tovább mennél, aki felmegy az Open Society Hungary oldalára, tételesen fel van sorolva, hogy melyik magyarországi civil szervezetet támogatták, mennyi pénzre, ez nem hoax, ez ott van az ő adatbázisban, nyilvános, publikus. Pontosan, rá kell menni egyébként a weboldal, azt jobb felső sorokban, hogy awarded grants, Igen, és az, igaz, odaítel, támogatások, meg kell írni a nevét, tehát meg kell nézni. 11 millió dollár, ha jól emlékszem, a helsinki A olyan? helsinki úrja. Amnesty, helsinki ők csúcs csúcstartók, meg a TASZ, de érdekes a különböző uh, Labris. La igen, tehát az LMBTQ propagandista szervezeteket megnézni. Véletlenül pont őket finanszírozta mindegyik. Hát érdekes, érdekes ez, de biztosan nincs hálózat, meg nincs összefüggés. Tehát de egyrészt olyan. a BTK szigorítás illetve egy új bűn, bűncselekménynek, a, egy szuígenerés bűncselekménynek a bevezetése, a másik pedig nagyon fontos a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak a felállítása. Most a Szuverenitásvédelmi Hivatal azóta, pedig még fel sem állt ez az intézmény, de már ezer támadást kapott. Pedig nincs valójában. van amúgy? Amerikában hasonlók vannak, illetve ott a, Protect America act például, ha kitérünk, mm. ott azért sokkal-sokkal, ez a törvény sokkal-sokkal komolyabb Sőt, ott a sokkal, meg az FBI sokkal csúnyábban jár el. Tehát, hogy ott a hatóságoknak egyébként a telefonokat megfigyelték, a levelezést megfigyelték, lehallgathatnak, sokkal komolyabb. Ilyet a szuverenitás védelmi, ilyen jogosítványokat a szuverenitás törvény nem, nem. konstituál, nincs ilyen. A szuverenitás védelmi hivatal, amit viszont tehet, az bármilyen szervezettől, Kérhet be adatot, információt gyűjthet, elemzéseket készít, és évente jelentés, szuverenitás tételi jelentést készít. Vagy szuverenitás jelentést készít, bocsánat. Tehát gyakorlatilag egy olyan szervezetről van szó, ami dedikáltan ezzel foglalkozik, vizsgál, elemez, adatot kérbe. És ezt ezt követően bemutatja az országgyűlés. Em, Ennyiről van szó? Emlékszel, amikor, ugye, ez, de ez ugye onnan, onnan is indult, hogy előkerültek azok az adománygyűjtőládák, amiket ja. soha senki nem látott, de én ezt ezerszer elmondtam Gábor, neked is elmondom, hogy te is tudd. Ezek az adománygyűjtő úgy működtek, hogy kint voltak valahol a pasarét külsőn, meg valahol az agglomerációban. Marika néni, a kis nyugdíjas, egyik támogatója, hithű támogatója fogta elment a Blahára. Ott van egy nagyon jó váltó, átváltotta a kis nyugdíjat. hogy dollárt is kellett szerezni. Fontra. Majd felült a hetes buszra, onnan elindult, elment a keleti pályaudvarig, a Blaháról, ott felült, onnan elment pasarét külsőre valahogy, metrózott is egy keveset, elment, bekopogott Karácsony jó barátja az ügyvédhez, vagy nem tudom most hol, hol, tárolták éppen, és berobta éppen az ott átváltott dollárt is. Miért volt szükség ugye a dollárra, meg a külföldi valutákra? Azért, mert ugye forintban az túl nagy címlet lett volna, és a doboz nem bírja el. Majd kiderült, hogy a doboz igazából azok a dobozok, amik állítólag ott voltak, azok ezt a mennyiségű készpénzt amúgy sem bírták volna el, de hát ez egy teljesen másik kérdés. És Karácsony Gergely... Tehát, mikor... hogy dobozokat ki. <laughs> Jó párat. És Karácsony Gergely emléksze arra az elhíresült mondásra, hogy szarok rá. Igaz? Igen. Amikor jé. úgy volt, hogy nincs annyit, hogy nem érezte magát akkor, ha veszélyben, akkor szart rá. Most Karácsony Gergely lapít. És miért lapít Karácsony Gergely? Azért, mert hogyha valaki esetleg bekérné ezeket az adatokat, hogy honnan jött az a pénz, hogy vizsgálták, mert, mert konkrétan ki van mondva, hogy ezek bizony -e külföldről szivárogtak be valahogy, akkor, hogy is mondjam, érdekes dolog Tételezzük csak fel, hogy valaki támogatás címszavat, akár az Open Society elutalja ezt a Helsinki-nek, aki ezt leveszi készpénzben, majd odaadja valakinek, ez illegális finanszírozás. Az, hogy elvesztette a, a, külföldi támogatás jellegét, értsd jól, attól függetlenül ez még baromira illegális. Pontosan, és akkor itt, itt egy nagyon jó dologra világítottál, és ezt is fontos tisztázni, mégis mi a probléma? És akkor itt megpróbálom csak címszavakban. A probléma, hogy van -e egy tiltott pártfinanszírozás. Egy magyarországi választáson induló szervezetnek tilos külföldi forrást elfogadnia. Ezt a fordítja. Tilos. Kész. Törvény. De ez nem csak nálunk. Ez európai norma. Tehát ez teljesen általános. Igen, pontosan szuverenitás védelme miatt jegyzem meg. Na már most, ez egy dolog. Viszont, és ezt megírtam korábban publicisztikákban, de van egy olyan sajnagyom, hogy nem egyedül én jöttem rá erre az óriási turpisságra, hogy vajon Márkizai Péter miért nem pártként indul. miért a Mindenki Magyarországa mozgalom élén, ami ugye egy civil szervezet volt, nem pártként volt bejegyezve, vagy ott volt Karácsony Gergének a 99 mozgalma, ezek mind civil szervezetek. A civil szervezetekre viszont nem vonatkozott a külföldi finanszírozás tilalma. Hozzáteszem, most sem vonatkozik, tehát önmagában a TASZ nem fogják azért megbüntetni, mert ő külföldről kap pénzt szegényeknek elég rossz is lenne, nem lenne ott az a pár soros dollár. Viszont, uh -huh. viszont, aki elindul a választáson, jelölő szervezet lesz. Onnantól viszont már rá is vonatkozik. Na ez és itt vélhetően pontosan ezt játszották ki, hogy jó, kap pénzt a civil szervezet. a civil szervezet már magyar szervezet, adja a pénzt a Magyar politikusnak a kampányra? Tökéletes, megoldattuk. Na, ez az a, a kiskapu, gyakorlatilag. Ez az a kiskapu, amit most ezzel bezárunk. És biztos, hogy benne hogy a Szuverén védelmi Hivatal az jól el fogja tudni látni a feladatát a tekintetben, hogy mivel dedikáltan a vizsgálódás és az elemzés a feladata, és mivel kötelesek, tehát közreműködési kötelezettség van minden érintett számára, ezekből ő össze fogja tudni rakni azt, hogy melyik pénzek hova vándoroltak, honnan érkeztek, és ezek valódi veszélyt jelentenek a Magyarország szuverenitására. Ne felejtsük, hogy június 9-én két választás is lesz egyszerre. Tehát biztos, hogy mindenki mindent mozgósítani Persze. fog. Persze, tehát olyan erők fognak itt csoportosulni, és hogyha körbenézünk az Európai Unióban, és hogyha valaki követi a Kontextus YouTube csatornát, akkor látja, ahogy eszéinek van rengeteg er ilyen erről szóló videója, hogy Soros György és szervezetei körbe Európában, Lengyelország, Csehország a tehát a Balkán, ugye ott volt észak, most már észak Macedónia, Bulgária, tehát rengeteg olyan konkrétan, tehát szó szerint egy országot vettek maguknak a Konkréta. médián és mindenen keresztül. Úgyhogy, és ez nem a hoax, meg nem kitaláció, meg ezek mind szabadon, nyilvánosan elérhető adatok, mindez annyit kell tennie a delikvens, akinek van nagyon sok ideje, az fog és összerakja ezeket, mint egy pázolt így kirak, és kiadja az egész képet, hogyha valaki birtokolja egy ország médiáját, onnantól kezdve tudja uralni annak a népét. És itt bár és ezért mondja azt a baloldal, hogy Magyarországon nincs média szabadság, hogy ezzel hárítsa azt, hogy igazából gyakor gyakorlatilag a soros média az online felületet olyan szinten uralja, hogy szerintem azzal nagyon nehezen tudjuk felvenni a versenyt itt a konzervatív oldalon, főleg úgy hogy a pesti srácok 11 éves csatornát, vagy bocsánat, Facebook oldalát így tiltják, nem beszélve a Fidesz alapszervezeteiről. Vác, Ferencváros és Szeged. Pont a legkritikusabb helyeken. Milyen érdekes. Milyen érdekes! Így érdekes. És, és egyébként az, uh, még hogy vajon miért csinálják ezt? Miért adnának erre pénzt? Miért érje ez meg? Mi ezzel a probléma? Az a probléma, hogy a mi szuverenitásunkat, a mi uh, saját döntéseinket és a mi városainknak a pénzét tesszük kockára, vagy teszik kockára azok, akik kiárusítják a hazánkat, és aki külföldi pénzből kampányolnak, mert ezek a megrendelők be fogják nyújtani a számlát, és érdemes megnézni, tényleg, akinek van erre ideje, baloldali, komolyabb városok, nagyobb városok önkormányzatait kikérni, hogy milyen szerződések vannak, hánynak van az Action for Democracy-val például szerződése. Ugye ez a rendkívül független és objektív uh, civil szervezet meglehetősen aktív volt a 2022-es választást megelőző kampányidőszakban. Na most, azok a városok, ahol baloldali vezetés van, nyilván nem mindegyik, de számos kötött szerződést ezzel a civil szervezettel. És milyen tevékenységre kötötték vajon ezt? Mit kell letenniük az asztalra? Van egy olyan csandagyanum, és persze ezt csak vélelmezem, nem tényt állítok, hogy ezeknek a szervezeteknek semmilyen munkát nem kell végezniük az önkormányzatban, hanem most a választásokig ezek az önkormányzatok szépen kifizetik nekik azt, hogy minden korábbi választáson Szépen finanszírozták a kampányukat. Ez az én elképzelésem, persze, ezt bíróságnak kell bebizonyítani, hogy igaz, de pontosan az ilyen esetek, még csak a vélelmezhető esetek elkerülése véget is van szükség egy szuverenitás védelmi törvényre akkor ezzel zárjuk ezt a mai beszélgetést. Gábor, köszönöm szépen, itt voltál, nektek pedig köszönjük a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni, ez mindenképpen nagyon fontos, mivel a YouTube csak akkor ajánlja a videóimat, hogyha lájkoltok, like kommenteltek és feliratkoztok. Ezt a videót, ami valahol itt mellettünk, fölöttünk, közöttünk megjelenik, pedig mindenképpen nézzétek meg, mert kapcsolódik a jelenlegi témához, ott folytatjuk. Na, sziasztok!